Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Együtt vagyunk ismét Családőrzők című műsorunkban, és hogy kikkel vagyunk együtt. Természetesen vendégeinkkel, akiket önök már jól ismernek. Mellettem Papp Csilla, életvezetési szakértő, párkapcsolati mediátor. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Egy kicsit odébban Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, egészségfejlesztő mozgásterapeuta. Sziasztok! És természetesen itt van velünk most is Tornyai Gábor atya, plébános, mentálhigiénés szakember. Én is köszöntök mindenkit szeretettel. Nagyon nehéz és nagyon durva helyzeteket idéztünk fel az elmúlt adásokban, hiszen a mozaik családokról beszélgettünk, ami hát rengeteg tudatosságot igényel, fejeztük be ezzel a beszélgetést, és ez így van, hiszen most már ott tartottunk, hogy milyen az a helyzet, amikor megjelenik a harmadik vagy negyedik, tehát a másik szülő vagy a szülő mellett egy társ a kapcsolatban, először a kapcsolatban, aztán a házasságban, és netán ő is hozza magával a gyerekeket. Azt megállapítottuk, hogy a gyereknek is nagyon nehéz, de akinek itt nagyon tudatosnak kell lenni, ugye az maga a szülő. Ez itt nagyon sok megbeszélni való van, nagyon sok átgondolni való van, de azért lássuk be, hogy a szülőnek is nehéz. Lehet, hogy szerelmes, lehet, hogy szereti a párját, lehet, hogy örülnek, hogy végre együtt van valakivel újra, hogy összeköltözhetnek újra, de neki is rengeteget kell alkalmazkodni és gondolkozni azon, hogy ezt most hogyan, hogy mennyi időt szálljon a gyerekére, mennyi időt szálljon a párjára. Egyáltalán ott a kérdés, ugye milyen sok kérdés ez, hogy hát apja lesz-e az apa, vagy ne legyen apja, mert van már apja a gyereknek, és hát persze anyánál ugyanaz a helyzet. És akkor itt átadom nektek a szót. És mondd. Mondja mindenki végre. Mindenki rögtön mondani. Az jutott eszembe, hogy ez az, hogy apja lesz a gyereknek az új apa, vagy az anyukának az új társapárja. Vagy a társapárja. Apává válhat. Ugye a múlt adásban hallottunk egy nagyon szép példát Zsuzsitól, hogy hogyan jutott el a külföldi apa meg a magyar apa, és akkor utána jött a végén az, hogy édesapám lett. Ugye eljutott odáig ez a gyermek, de hogy apává válhat, de azt gondolom, hogy ez megint egy nagyon nehéz párkapcsolati kérdés is tud lenni, hogy most ki mennyire és hogyan szóljon bele mondjuk a gyerek nevelésébe. Aki férfiként, mert most itt kell mondanom, hogy férfiként jelenik meg az anya mellett, az vajon tehát magának a kapcsolatnak, az ő kapcsolatunknak is egy nagyon nagy kérdése, meg feszültségforrása tud lenni, hogy tulajdonképpen én most nevelje vagy ne nevelje azt a kisgyereket, aki ott van anyával. Ha nevelje, akkor hogyan nevelje, akkor ugye a gyerek hogyan fogadja el őt, vagy hogyan fogadja el az ő nevelését. Tehát ugye ez egy folyamatos feszültség, és hogyan fogadja az anya, hogy az ő gyerekéhez bárki is hozzászól, aki még tulajdonképpen akkor még idegen neki. Tehát ugye egy nagyon erős dinamika van, azt gondolom, főleg valószínűleg a kapcsolat, ennek a fajta kapcsolat kialakulásnak az elején, de azt gondolom, hogy ez folyamatosan kérdés a kapcsolatban, hogy ez hogyan tud úgy működni, hogy ez mindenki számára élő vagy élhető legyen. És biztos, hogy ebből egy csomó feszültség van, és itt jönnek elő azok a kérdések, amikről szintén sokszor beszéltünk, hogy mennyire tudok felnőttként benne lenni a kapcsolatban, és mondjuk a helyén kezelni például, hogyha az a gyerek hisztizik, nem úgy viselkedik, vagy a párom éppen úgy reagál, hogy kicsit feszült ebben, mert hogy miért szólok én bele abba, hogy ő mit, hogyan csinál. Ebben valószínűleg nem én vagyok a teljes szakember, ilyen külső szakértőként vagy pályaszéréről nagyon jól tudom ezeket mondani, meg amiket így látok családokban, és nyilván akik ebben benne vannak, hogy megélték, azok azért test közelből jobban tudnak erre mit mondani. De valamilyen fantáziám vagy látásom van erről a történetről. Igen, és még lehet fokozni a helyzetet azzal, hogy a valódi apuka, tehát az édesapa a háttérből nem szimpatizál az új társjelölttel, vagy az új társsal, és amikor oda megy a gyerek, akkor elképzelhető, hogy az anyát is, és az új társat is szidja, vagy negatív fényben tünteti fel. És fordítva ugyanez női verzióban is, tehát ugyanezekkel játszanak, és aztán még ha fokozzuk a történetet, tegyük fel, hogy ők összeházasodnak, és azt mondják, hogy legyen egy közös gyerek is. És ismeri mindenki ezt a klasszikus képet, hogy az én gyerekem veri a te gyerekedet, a mi gyerekünk pedig nézi. Tehát ez annyira kifejező, és annyira jól bemutatja azt, hogy azért itt egy darásfészek van, hogyha ezt nem jól kezelik,
és az elején nem jól fektetik le a szabályokat, amit mondtál, Gábor, hogy majd hogy veszi, hogy az én gyerekemhez mondjuk nevelő szándékkal szól, vagy akár nyúl is az új pár. Tehát, hogy ezeket a kapcsolat legelején, mint mindent egyébként tisztázni kell, és bármilyen furcsa is valahol, tudom, hogy a szerelembe ez furcsán hangzik, de mégis bele kell, hogy férni, hogy valahogy megállapodjunk, mert ha már vannak felelősségeink, tehát vannak gyerekeink, akkor már nem csak mi vagyunk, és beleugrunk valahogy, aztán majd nagy szerelemből lesz valami, és majd kialakul valami, hanem itt már konkrétan, most a megállapodás szó lehet, hogy hivatalos ide, de mégis valahol meg kell egyeznünk, vagy egy közös szabályrendszert, egy párkapcsolati kultúrát ki kell alakítanunk annak érdekében, és még így is jöhetnek be problémák, de azért így sokat ki tudunk tisztázni, hogy fogjuk csinálni, hogy mondjuk én mennyit engedek a páromnak, hogy rászóljon, vagy csak elbeszélgessen vele, vagy állást foglaljon, vagy rákiabálhat, vagy nem tudom én. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon olyan határmesdjék, vagy olyan ingoványos területek, amit nagyon-nagyon érdemes az elején letisztázni. Bár én ezt annyiban fordítanám inkább, meg lehet, hogy azért mondom, hogy inkább csak az én fantáziám ezekről a helyzetekről, hogy én nem tudom, hogy ezeket le lehet előre fektetni. Én inkább úgy fordítanám meg, hogy amikor bejönnek ezek a helyzetek, amik azért mindig egy érzelmi terítettséggel teli helyzetek, és hogy most rászól, igen, tehát hogy indul, hogy most rászólt a gyerekemre, hogy szólt rá a gyerekemre, mint szólt rá, hogy utána megtalálni azt, hogy akkor mi hogy tudunk ebben működni. Ha már egy új kapcsolat. Tehát én nem tudom, hogy előre lehet fektetni, hogy te akkor szólhatsz rá a kisfiamra, hogyha így és így viselkedik, de ha már így, akkor már nem szólhatsz rá. Hát ez már én meg majd észbe tartom. Igen. Nem, ez egy cizellátum, amit mondasz, de az alapok, tehát a nagy vonalak, a fő csapás irányokat, hogy mondjuk az én anyai értékrendembe belefér az, ha Pistike nem tudom én mit csinál, és akkor te mondjuk rákiabálj, mert nekem például ez nem férne bele. Aha. Nyilván az, hogy... De ezt nem a rákiabálás után kellene megbeszélnem vele? Én ezt már megelőzném, mert mondjuk én egy jóvó anyuka vagyok. Aha. Az a nagy helyzet, hogy nem tudsz minden helyzetre felkészülni. Nem, mindenre nem. Tehát a nagy csapások. Azt gondolom, hogy az élet hozza magával. De amikor te megismerkedsz mondjuk egy új párral, és beszélsz neki a te családodról, a te gyerekeidről, akkor te azért ott leteszed az értékítéletednek, meg az értékrendednek az alapjait, amihez már van, mihez tartás, és aztán utána erről lehet beszélgetni. Tehát ez nem konkrétan úgy szól, hogy kottát írunk, és akkor egy hanggal feljebb már nem ugyanaz működik. De nekem most eszembe jut egy család, elég érdekesen patchwork család, a két szülőnek van összesen 7 gyereke, közös gyerekük nincs, apukának is 2 kapcsolatból van, és anyukának is 2 kapcsolatban van az előző rész, és ez van így egybe. Na most, hál' Istennek egy nagy családból jött az anyuka, és a helyzet magaslatánál is szervezi a dolgokat. Ettől még a régi apuka utálja az új apukát, a régi anyuka fúrja, na, szóval értitek, megjár itt a mószerolás a háttérbe, de van valami brilliáns rendszerük, amiben ez az anyuka úgy tudja kezelni derűvel, humorral, nem tudom én milyen szeretet energiával az egészet, hogy meghallgatja, mindig azt mondja, hogy jó, én ezt értem, de mi lesz a vacsora? Értitek? És azonnal elterelődött. Tehát, hogy annyira szépen és jól csinálják a dolgaikat. És az új apu viszi ide, oda, hozza, teszi, nem tudom én, ki tudnak borulni. Teljesen olaszos a hangulat. Tehát élnek, tele van élettel a ház. Kutyába, minden, ahogy élik. Brilliáns, ahogy csinálják. Mégis mit látok? Azt látom, hogy a gyerekek úgy élik meg ezt a dolgot magától értető módon, hogy mindenki tud mindenkiről mindent, és várják azokat a hétvégéket, amikor minden gyerek egy kupacba összejön, és valami történés van. Tehát az őnekik valami nagy-nagy pozitívum. Arra készülnek, egymásnak meglepetést csinálnak, stb. Tehát, hogy itt megint a szülők értékrendje lesz a meghatározó. Tehát, ahogy említettem, hogy te elmondod a párodnak, hogy hát igen, ezóta vagyok egyedül, ilyen volt az előző, na jó, arról nem beszélünk, mert nincs mit, a gyerekeimmel ez történt, az történt, most ez van, jaj, most képzel. És már elmondasz magadról a sorok között annyi mindent, hogy te hogyan állsz a saját gyerekedhez, hogy a másik képet formál róla. Ugyanez, én nem tudom,
nőként, hogy férfiként hogyan kell egy gyereknek ezt, vagy azt, vagy emezt, vagy amazt. Láttam én az én apámtól, láttam a szomszédoktól, láttam a felnövekedésem során, láttam most a felnőtt létemben, nagyon sok apukát láttam, de nem tudom. Viszont ahogy te közelítesz hozzám férfiként, hogy az én társam tudsz lenni, akkor neked itt van a helyed mellettem. És ha te mellettem vagy, akkor mi szövetségesek vagyunk. És ha mi szövetségesek vagyunk, akkor a problémáinkat mi közösen fogjuk megoldani. És ez az alap. És ez aztán lehet nagyon-nagyon széles spektrum. Ez ami lejön a gyereknek is, és honnan tud kezdve. És erős a szövetség, akkor egyébként a gyerek játszmái, meg az egyéb kis lavírozásai is sokkal könnyebben kezelhető. Persze, meg minden külső támadás az exeknek a részéről, az lehet utpattani. Persze, és akkor tudunk rajta humorizálni, és tudunk vele bármit is kezdeni, meg bármit is csinálni. Én azért nagyon sokszor találkozom olyan, apa egyedül neveli a gyerekét, hogy úristen, és akkor ilyen horror történetek, meg nem tudom én, hogy miket művelnek, és akkor mik vannak a háttérben. Ugye mindig csak az egyik felet hallod, mert a másikat nem is láttad soha, tehát értem én, hogy ő így éli meg, de ez az ő valósága, és én nem tudom, hogy mi az igazi valóság. A gyereken is látom, amit látok, és én azt tudom nekik mindig hozzátenni ehhez a történethez, hogy ő a legnagyobb szeretettel a gyereke érdeket képviselje. Ne azt, amit ő szerinte a gyerekének jó lenne. Valódi érve, ez a gyerekednek az érdeke? Tényleg ez a gyereked érdeke? Tehát, hogy mindig ezt a kérdést tedd fel, hogy a gyerekednek mi az érdeke, ha a gyerekről van szó. De bocsánat, a gyerek a patchwork családban is csak gyerek. Gyerek, így van. Oké? Tehát nem ő irányít, nem ő mondja meg, hogy most kivel alszik anyu. Nem az ő a nagyon főnök. Nagy baj. Nem az nagyon főnök. Nagy baj. Hát, tegyük fel, hogy működik minden. Tehát mondjuk jött egy új apuka, a gyerek is látszólag elfogadta, az apuka is látszólag elfogadta. Neki ugye maradt a volt feleségnél egy gyereke. Tud-e ugyanolyan érzéseket táplálni azután a gyerek iránt, akit kapott a szerelemtől, mint a saját gyereke iránt? Valaha is tud-e úgy érezni? Tehát, hogyha a két gyerek között feszültség lesz, tud-e reálisan dönteni, vagy igazságot tenni? Nehéz helyzetben vagy, mert egy gyereked van. Nekem három van. És teljesen mindegy, hogy ez most a három sajátom, vagy adott esetben más is valóban így van, hogy embere válogatja. Igen. De a saját három gyereked között sem fogsz igazságot tenni, mert nem az a dolgod. Tehát ez egy nagyon nagy tévút, hogyha azt hiszik a szülők, hogy nekik kell igazságot tenni a gyerekeket. Hogyan? Nem voltál ott minden időpillanatban, és nem tudod, hogy a gyereket kedden reggel mit torol meg a múlt hét péntekről. Ettől függetlenül van anya tigris, aki rögtön a saját gyerekének ad igazat. Persze. Meg ugye itt van egyfajta elfogultság. Csak a nagyáról szól, és nem a gyerekről. A kérdés talán inkább mégis mélyebben arról szólt, hogy fogja-e tudni úgy szeretni? Igen. Ha nem az ő gyerekét, mint az ő gyerekét. Tehát lehet-e ilyen? Akarja, tudja. Tehát az akarat kérdése. Akarja, tudja, képes-e rá? Milyen mert az ő érzelmi intelligenciája? Hogyha ez neki sikerül és kialakul, de ez egy könnyű helyzet. Én azt gondolom, hogyha képes az a férfi, ha férfiről beszélünk most ebben az esetben, valódi kötődésre, akkor ő ki tud alakítani olyan kapcsolatot a gyerekkel, hogy az valódi kötődés legyen, és az a kötődés már elbírja akár a gyerek felé a kritikát, vagy a nevelést, vagy amire szükség van éppen. De ez az alfája, meg az omegája. Hogyha a férfiben van nyitottság, és van elfogadás, és van megértés, adott esetben még erre is tudok példát, hogy a leasingelt apu mondta azt a gyerek édesanyjának, hogy akkor most főz egy kávét, és én megbeszélem a gyerekkel. Mert hogy ő van jobb állapotban, ő van jobban képbe, és ő tudja, hogy ezt a gyerekrel most hogyan lehet úgy lerendezni, hogy az anya se sérüljön, meg a kapcsolat se sérüljön, és ő tudja, hogy neki már van olyan kapcsolódása ehhez a gyerekhez, ami elbírja adott esetben még a kritikát is. Addig nehéz még ez a kapcsolódás, kialakul. A kérdésed az nagyjából az a kérdés, hogy egy örökbefogadó szülő tudja-e úgy szeretni a gyerekét. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag idézően egy örökbefogadás történik. Így, hát valójában igen. Örökbefogadás, tehát, hogy vagy nevelőszülőség. Tehát, hogy ő azt abban a szerepbe lép be kívülről ebbe a történetbe, hogy ennek a gyereknek nincs apja, tehát ott jelen abban az otthonban, és akkor ő belép abban a szerepbe, hogy akkor ő azzal a gyerekkel kialakít egy olyan viszonyt, hogy vele egy szeretetteljes kapcsolata legyen.
Itt most persze létezik a fizikai értelemben az apa, mert hogy ugye elváltak, vagy ugyanez fordítva is, de hogy tulajdonképpen ez az ő ilyen formában vagy döntése is lehet, hogy ő akarja ezt a szerepet, történetet, és itt jön be az anyának a kérdése, hogy meg akarja engedni a párjának azt, hogy ő örökbe, idézőesen örökbe fogadja azt a gyereket. Közben eszembe jutott valami, hogy felkértek, trénerkedek egy olyan cégnek, akik nevelőszülőket foglalkoztatnak, tehát külföldről hoznak be Magyarországra kamaszkorú gyerekeket, akik hányatott családi körülmények közül, és akkor nagyon szépen fogalmaztam, kerülnek ide. És nevelőszülővé, tehát nem örökbefogadó szülők lesznek, mit tudom én, 14-től 18 éves korukig nevelik őket, mint nevelőszülők. És a tréning kapcsán, hogy a kérdésekre megjöjjenek a válaszok, a tréning kapcsán feljött az a körben a beszélgetés során, hogy szinte mindenki érzelmet visz bele, és elkezdik megszeretni, pedig nem örökbe fogadják, tulajdonképpen tényleg leasingelt gyerek, és tényleg átutazóban vannak náluk, és hogy megszeretik őket, és elkezdenek kötődni hozzájuk, és teljesen mindegy, hogy van saját gyereke ennek a nevelőszülőnek, vagy nincs. A nevelt gyereket, aki 3-5-6 évig van náluk, ugyanúgy elkezdik megszeretni. Tehát biztos, hogyha valakinek megvan a képessége arra, és van olyan érzelmi intelligenciája, és tud nyitni, akkor biztos, hogy meg tudja szeretni a nevelt gyermekét is, aki most lehet örökbefogadó, mert összeházasodnak, és akár a nevére is veszi, hogy képes lehet, igen, de ez ugye emberre válogatja. Úgy gondolom, hogyha a gyerek pici, 10 év alatt van, azért ott még egy kicsit könnyebb. Ott már elége vele eljátszadozni, egy kicsit szórakoztatni, kialakulhat valami. Viszont kamaszkorban ez sokkal nehezebb. Hogy kell az a leasingelt apának közeledni a gyerekhez? Hogy kell a gyerekkel szemben viselkedni ahhoz, hogy elérje azt, hogy aztán tényleg azt mondhassa, hogy menjen az anya kávét főzni, mert ezt majd mi megbeszéljük, és a gyerek nyitott lesz felé. Tehát van-e erre recept, hogy milyen legyen, a barátja legyen, vagy hogy próbálja meg elérni azt a egyébként is érzékeny lelkületű, mert kamasz. Férfi legyen. Legyen kíváncsi rá, hogy ki vagy te, kamasz gyerek. Abszolút. És hagyja, hogy ez a kamasz gyerek neki megmutassa, hogy ő kicsoda. És tegye ezt neki lehetővé. És ott találja meg azokat a helyzeteket, amihez ő hozzá tud a saját személyiségével tenni valamit, amitől ez a gyerek jobban érzi magát a világba, és létrejön a kapcsolat. Van egy ilyen, az nem kifejezetten kamaszokra vonatkozik, hanem egészen kicsi csecsemőkre, ezt az egyik kolléganőm fogalmazta meg, hogy az odaadó tekintet. Uh-huh. Tehát amikor az odaadó tekintetet odaadja a szülő a gyerekének, most az, hogy leasingapu vagy nem, tök mindegy, de adok lehetőséget annak a gyereknek, hogy ő kimutassa, hogy ő megmutassa, hogy ő elmondja, hogy ő egyáltalán rájöjjön arra ebben a közegben, hogy valóban őt belülről mi feszíti. Legyek már rá kíváncsi. Kapja meg az osztatlan figyelmemet. És akkor a gyerek oda fogja adni a bizalmát, ha ezt elég gyakran és elég kitartóan megtapasztalja. Érdekes példára kaptam itt most választ, amit az utóbbi időben ismét végignézek, bár itt nagyszülőkről van szó, tehát adott az anyukának az unokái, és adott az anyuka párja, aki hát olyan kis mufurc módon viselkedik ezekkel az unokákkal, de azért így mindig kérdez, még ha hangosan is, de mindig kérdez. És mégis az van, hogyha találkoznak, az unokák először hozzászaladnak oda, és ölelgetik át a mufurc, időnként szigorú pótnagypapát. Így van. És akkor itt a válasz azért, mert ő azért közben kérdez, még ha keményen is kérdez időnként. Így van. Mert hogy így kíváncsi van. Rájuk, figyel rájuk. Egyébként még háromszor a tisztelet, az őszinteség és a kíváncsiság, ez fogalmazódott itt meg bennem, hogy szerintem ez is, tehát ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyerek érezze azt, hogy igen, hát egyrészt az, hogy érzem azt, ha kíváncsiak rám, akkor fontos vagyok, ugye? Ez az üzenete. Persze. Tehát neki fontos vagyok, akkor ha fontos vagyok, akkor talán még esetleg szeretnek is, meg tisztelnek is, meg őszintén beszélgetnek velem. Tehát azért ezek fontos dolgok, mert nagyon sokan a gyereket nem így kezelik, hanem alárendeltként kezelik, és nem őszinték vele, nem tisztelik. De ugye a legtöbb szülő, ha magát nem tiszteli, és magával nem tud őszinte lenni, akkor nyilván ezt a gyereknek sem tudja odaadni, és akkor már nincs meg, de ez hát már megint egy mélyebb téma. Meg van egy nagyon fontos momentum ebben, gyerekek, hogyha egy kapcsolat elindul, és abban a kapcsolatban előítéletesség van, vagy bármilyen ítélkezési hajlam van, akkor az
Halálra van ítélve. Halálra van, így van. Te ilyen vagy, te olyan vagy. Tehát, hogyha én tudok a gyerekhez olyan nyitottsággal és nyíltsággal fordulni, hogy nem ítélkezem bármit tett is, vagy bármi történt is, hanem azt próbálom megérteni, hogy ő hogy van, ő mit élt át, ő hogy jutott ide, tudok-e neki bármiben is segíteni, mi a terve, hogyan fogja helyrehozni, hogyan akarja kijavítani, kell-e ebben nekem valamit is hozzátennem, tudok-e értet tenni valamit, és ezen így végigmegyek, akkor megkapja az érzelmi biztonságot a gyerek. De ez a saját gyerekedre is igaz. Mozi. Hát a saját gyerekedre is igaz adott esetben. Tehát, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy olyan könnyen mondunk ítéletet, pedig nem a mi dolgunk. Hála a magasságos égnek. Igen. Nem nekünk kellene. Azt teszem, hogy ugye mondtad, hogy már nem a kisgyerek kerül be a kapcsolatba, vagy nem kisgyerekek kerül be a szülő a kapcsolatba, hanem most már mondjuk egy ilyen kamaszodó felnővő gyerek. Ugye, aki eleve azzal vihaskodik, hogy ő már nem gyerek, és még nem felnőtt. És hogyha mondjuk egy ilyen helyzetében, amikor ő már felnőttnek akarja tulajdonképpen érezni magát, kap egy felnőttől egy felnőttnek járó figyelmet, akkor bennem így elindult el, hogy nagyjából az indul el, amiről itt beszéltetek, hogy akkor én rá már másképp tekint ez a valaki, aki nem az apám, de hogy mégiscsak itt van valaki, aki észrevett engem. Mint hogy igazából, amit mondtál, ez a három szempont, ez a tisztelt, őszinteség, kíváncsiság, tulajdonképpen minden kapcsolatunkra igaz. Így van. Minden emberi kapcsolódásra. Egy felnőtt emberi kapcsolatunkban ott van ez, hogy akkor tud elindulni igazán a kapcsolat, hogyha mondjuk ezek a szempontok ott vannak, és ez most független az, hogy most ez egy párkapcsolati, vagy egy szülő-gyereki szint, hogyha ez egy felemelő üzenet tud lenni a másik számára, és főleg egy ilyen fiatalnak, aki éppen keresi önmagát, meg éppen fölborult körülötte a világ, és éppen nem érzi önmagámba sem rendben magát, mert éppen ebben a kamaszkori zűrzavarában van, hogy pár adással korábban erről volt szó, hogy ő magát is sem tudja biztonságban, akkor körülötte a szüleinek a világa is felrobbant, és akkor az a biztonsága sincs meg, és akkor van valaki, aki észrevesz engem, akinek én fontos tudok lenni, igen. És akkor ott legalább kapok valami biztonságot. És azon, hogy ez az a biztonságüzenet, hogy figyelek rád, hogy fontos vagy, amit szintén itt mondtatok, ez az, ami őt tudja megerősíteni ebbe a kapcsolatba, hogy van, és lehet, hogy zizegni fog, és hagyjál békén, de utána lehet, hogy oda fog menni hozzá, és azt mondja, hogy fú, de jó. És van még egy fontos aspektus ennek a dolognak, és ezt megint visszaigazolta az élet, hogy ugye az anyának lesz egy új társa, és a kamasz gyerekek találkoznak ezzel az új társal. Uh-huh. És persze, hogy nem csak ők élik ezt meg furán, hanem mindenki más is ezt az egész helyzetet, a szomszédoktól elkezdve, uh-huh. a barátokig, a rokonokig, a nem tudom én. Tehát ez egy ilyen nem tudjuk hányadán állunk, vagy hogy most mit gondoljunk róla. És mit csinál a kamasz gyerek? Figyel, nem lép közelebb, nem is távolodik, nem szúr, nem bök, csak figyel. Csak figyel, igen. És egy év után, amikor saját társaságukban mennek így az ugratások, hogy új apád van, nem tudom én, mikor már ugye felnőtt, és akkor ezen mennek így a poénok, és akkor egyszer csak azt mondja ez a fiú, hogyha az a pasas, vagy az a férfi, vagy az az úr az én anyám mellett lehet, akkor neki ott a helye. De ez feltételezi ám azt, hogy az anya-gyerek kapcsolat rendben az úgy van. Azért rendben van. Igen. Tehát, hogy nem fogja áskálódni a gyerek, vagy nem fog. Árgus szemekkel figyeli, hogy bánik az én anyámmal, mert aztán én vagyok a legidősebb a családban, mert ugye apám már nem számít. Tehát értitek ezeket a vívódásokat, vergődéseket, meg nem tudom én minden, amin keresztül megy ez a gyerek. Tehát ezt lehet látni, ezt át lehet élni vele. Hogyha erről tudunk beszélni, akkor még közelebb és még szorosabb tud lenni a dolog. De amikor kimondja, hogyha ő ott van, akkor neki ott a helye, akkor ez azt jelenti, hogy nem csak az elismerést adja meg, nem csak azt a fajta beleegyezést adja meg, hogy áldásom adom az anyámnak a szerelmére, vagy az új életére, vagy valamire, hanem azt is odaadja neki, hogy majd az én gyerekeimnek ő lesz a pótnagypapa. Igen. És ez egy óriási tisztesség és tisztelet. Tehát én azt kívánom a szülőknek, ha már elváltak, és így alakult, mert ezt hozta az élet,
hogy úgy tudják megélni a holnapot meg a holnap utánt, ha lesz egy új társuk, hogy akkor a gyerekük ezzel az érzéssel tudjon nyugodtan megbékélni. Felnőtt gyerekektől hallottam én már, hogy egymást azzal vigasztalták, hogy új hölgy jelent meg az édesapjuk mellett, hogy nézd meg, boldoggá teszi apát, hát akkor hagyjuk. Igen. Így és van. Ez is egy megoldás. Igen. Ezek ilyen ideális csoda dolgok, mint az, hogy mondjuk az eltávolodott apa bíztassa a gyereket, hogy elfogadja az új apát. Ez is csodálatos dolog. Ezek lenne. Szépek, igen. Vannak olyan esetek, amiket föl se tudunk hozni ilyenkor, de nagyon izgalmas volt most is a beszélgetés. Tanultam tőletek, és remélem, hogy a nézők is így gondolják, hogy segíthettünk legalább gondolkodni saját helyzetükön. Én nagyon szépen köszönöm ezt a műsort is Fekete Cseri Zsuzsannának, Papcsillának és Tolnyai Gábornak, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Egy hét múlva újra itt vagyunk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!